Rabbi jelezte ezt a fontos dolgot, hogy amit a Sargentini jelentés épített, ez a morális piedesztál, arra szálltak most föl a gyurcsányok, meg az összes ellenzéki vezető, ugye majd lesz volt tüntetés arról is. Tehát, hogy ilyen, van egy ilyen különleges típusa a magyar társadalomnak, ami átível évszázadokon, ezt én lelkesedő gyarmatinak nevezem, akit, tehát hogy szeretné azt, hogy őt gyarmatosítanák, és igazából mindegy, hogy ki jön ide, de azt kell kiszolgálni. Tehát, hogy 44-ben ide jönnek a németek, akkor azokat kell kiszolgálni, ugye kinevezik a szakértői kormány Szálasi Ferenc vezetésével, aztán utána 45-ben jönnek. Ez a lelkes gyarmati, az a durva, mintha a pápuák azt mondták volna, hogy nem letagadták volna, hogy embert tesznek, hanem kitalálták volna, hogy embert tesznek, hogy valaki foglalja el őket. Igen. És akkor 45-ben jönnek az oroszok, akkor őket, és akkor most megint egyébként a németekről van szó, tehát most megint őnekik kell, de ilyenkor mindig egy kicsit hevesebbek és lelkesebbek lesznek. Ez a típus, ez a lelkesedő gyarmati különösen lelkes lesz, hogyha azt látja, hogy van valami esély arra, hogy kívülről megdöntsék, hogy valaki bevonult, lesz szőnyegbombázás vagy valami. Gyurcsánynak a mérhetetlen alkalmatlanságára egy meg is lehetne szoborni tényleg ezt a figurát, hogy ugye a rossz tábornok az azt mondja, hogy előre, a jó tábornok azt mondja, hogy utána, vagy Gyurcsány meg azt mondja, hogy csináljátok meg. De úgy meg Bence, hát azért mégis nálam azért idősebb vagy. Nem tudom, hogy miért háborodsz föl ezen. Van ez a dialektika nevű tudomány. Az most a demokratikus gyakorlatban úgy néz ki, hogyha 2006-ban a haladó kormány ellen vonul föl a nép, akkor az a populista reakciónak a tábora, amit el kell tüntetni, mert nem a felvilágosodás irányába megy. Ellenberger, hogyha van egy populista reakciós kormányzat, egy diktatúra, ami ellen föl kell a nép felvilágosult része, azt viszont támogatja. Az jogos felháborodás. Nem a módszer a lényeg, hanem az, hogy ki. Ez olyan, mint Csehország, meg Németország, meg az antifák szétverik a várost, akkor azért mindig örülnek ennek a haladó újságírók. Így van, a fasiszták neve ma az, hogy antifa. Igen, ezzel semmi probléma nincsen. Amikor én végignéztem ezt az egész vitát, és azon kaptam magam, hogy olyan vagyok, mint szegény, megboldogult nagyanyám, aki a szappanoperákkal beszélgetett, amíg mentek a tévébe, hogy elkezdtem anyázni ott a kanapén ide. De a másik meg az, hogy van egy elképzelésünk arról, hogy ebben a kiváló európai intézményben, a többivel együtt, majd remélem szó kerül a Franz Timmermansra ismerő, egy különösen nagyszerű és nagy formátumú figura, de van egy elképzelésünk arról, hogy ezek hülyék. És amikor találkozunk azzal, hogy valójában mit csinálnak, akkor így rájössz, hogy nem, ezek még annál is hülyébbek. Tehát ennyi baromságot én egy helyen nagyon régen nem hallottam, mint amit most itt előadtak ezek a mélyen tisztelt képviselők. Nekem van egy olyan gyanúm, hogy ezt direkt csinálják. Mert hogy amíg az európai polgárok meg vannak győződve arra, hogy ezek gyakorló elmebetegek, akkor nem veszik komolyan a szavazást, és akkor ha úgyis gyakorló elmebetegek vannak, akkor küldjünk oda gyakorló elmebetegeket. Csak amikor elkezdenek ugyanezeknek ezek utána ilyen jogokat megvindikálni maguknak, meg hatalmuk lesz, akkor kezd az egész veszélyessé válni. Civil társadalmat összekeverik azzal, hogy ők szeretnek vegyülni a deviancia csoportokkal. Igen. De most nem is arra, egyébként valamit jelez, most ez némiképp módosítva. Innen persze nettó baromságnak tűnik az, hogy felszólítják doktor miniszterelnök urat, hogy miért nem volt ott a Pride-on. Tehát innen ez hülyeség, mert minket ez nem érdekel. De az a helyzet, hogy csomó nyugat-európai országban, az tényleg egy ilyen fontos politikai aktus, hogy az aktuális vezető az szépen felvonul az első sorban a Pride-on. Tehát konkrétan ezek a rendezvények, ezek a sokszínűséges, meleg felvonulás, franc se tudja mi, ezek olyanok, mint amik nálunk voltak annak ilyen a nagy októberi szocialista forradalom évfordulójára. Ott kell lenni a vezérnek. Ott kell lenni a vezetőnek. Egy kötelező aláírja, nem tudom én mi, megmutatja az arcát, kiáll mellette, stb. Ez pont ugyanaz. Itt az történt egyébként, ami a 20. században már legalább egyszer megtörtént, de lehet, hogy kétszer, hogy szépen Berlinben most éppen a Bundeskanzler fölemeli a telefont, és akkor oda telefonál a megfelelő helyekre, hogy akkor most ez lesz, meg az lesz. És a Webernek mondjuk is nyilván... Mondjuk Ausztriába is? Mondjuk Ausztriába is, mert ott már nagy divat, vagy nagy hagyománya van az Anschlussnak. És egyébként milyen jó, hogy itt, amit említettem is, hogy a haladók ennyire szeretik a külső megszállást, tényleg irányítsa Európát Berlin. Mi baj lehet? Legutóbb sem volt belőle semmi probléma. Egyszer már jól sikerült. Egyszer már jól sült. És arra gondoltam, hogy lehetne egy olyat, hogyha már az isiászos gyerek, a Juncker megkoszorúzta a Marx szobrát, akkor a másik nagy németnek, hát nagy német, mondjuk osztrák, de nagy németnek is lehetne most már
hivatalosan is valahol az Európai Unió szentélyében egy szobra, mint az Európai Egység egyik nagy gondolatvivője és irányítója, és őt is, az ő szobrát is meg lehetne koszorúzni akkor. Hogy az a német közszolgálati tévében elindítottak egy szavazást, amit lehetett választani Angela Merkel és Orbán Viktor között. Ugye az egyik mondás az volt, hogy állítsuk meg az illegális migrációt, másik pedig az volt, hogy meg tudjuk csinálni. És 8600 versus 280-as állásnál váratlanul lekapcsolták az egész szavazást. De furcsa. Milyen érdekes. Hogy lehet ez? De mi, valami elektronikus hiba volt, nem? Hogy jött, de ez hogy az osztrák-svábi szavazás. Hogy is hívják ezt a helyzet, ezt a morzét, és jött a morza a farkasodúból, hogy most kell lekapcsolni. Nem, ugye azért ez nem kétharmad, ez a nagyjából 20-1-hez arány. Hú, de kellemetlen. Na, de ugye ezt is meg lehet csinálni, nem? Tehát ez egy német közszolgálati csatorna. Hát a németeknél a Frankfurter Allgemeine Faznak a vasárnapi kiadásában egészen véletlenül pont egy olyan vezércikk jött le, ami egy az egybe azt mondta, mint amit a Weber, meg a Merkel, meg a többiek, hogy Orbánnak mennie kell. Amit leírnak itthon az Élet és Irodalomban is körülbelül 20 éve, csak annak tehát senki nem olvassa. Ez a zseniális, hogy a 4-4 ezt büszkén lobogtatta, a címlapon hozta, és ezzel büszkén mondta. És ezt szeretném jelezni nektek, hogy látjátok, így néz ki a független sajtó egy olyan országban, ahol demokrácia van, és független sajtó van, hogy ugyanazt írja, amit a német vezeti. Faznak a vezércikke ugyanazoktól tájékozódott, tehát az argentini jelentés? Meg lehet. Most megint ott tartunk, hogy a Weyer bélázásból gyártunk érveket magunknak. Még zárójelben megjegyzem, hogy a Heller Ágnes az még egy jobbik kiadása ezeknek a komcsiknak, mely New York Times vezércikre odaírja a nevét, tehát nem valami... Egyébként kár, hogy nincs itt a vései, mert ő valahogy ki tudná elemezni ezt a germán problémát. Mert megint annál a bajnát, tehát hogy a németeknél, tehát finoman szeretnék fogalmazni, tehát a németek elmúlt évszázadban tanúsított politikai bölcsessége az hagy némi kívánnivalót maga után, tehát például az orosz vagy a bolsevik forradalom finanszírozásánál kezdem, és akkor utána ugye Európa nagy egyesítőjénél folytatom. Tehát, hogy nem lehetne, hogy a germánokra nem bízunk politikát. Tehát így gyártani tök jól tudnak. Például tudnak kocsit gyártani, meg kocsit tudnak amikor például gyártani. De ezekben a dolgokban, mint például autógyártás, abban remek a német szellem, de mondjuk politika csinálásban abban nem annyira. Hát jó, hát a 60. szélességi fok fölött ugye nem laknak normális emberek. Jártak a németek. Lehet, hogy kéne csinálni egy kemény mag külön kiadást, vagy legalábbis időnként elmagyarázni néhány belsős poént, mert tudom, hogy a nézők szoktak reklamálni, hogy időnként már annyira belterjessé válnak a poénjaink, hogy nem értik, hogy miről beszélünk. Néha mi se. És értem, hogy mit mondok. Saját magát sem érti az Ambrózi rendszer. Hát most kupol a kutatónak. De hogy van, ugye van ez a, például, hogy mondjuk, hogy különösen Heller Ágnessel kapcsolatban szokott ez fölmerülni, csak ilyen bedobni ilyen szavakat, hogy tojás, meg vedlés, meg ivadék, és lehet, hogy a nézők nem értik, ugye van ez a hüllő poén, és ezt magyarázzuk el, hogy ugye David Icke-nak van ez a teóriája, hogy reptiliánok ugye ember bőrbe bújva itt vannak a Földön, és hát nekünk vannak ilyen belterjes poénjaink, ami nem teória. Nem teória. Nézzétek meg, hogy a Vona Gábor ugye furulja szóval, hogy elkábította, vagy elbűvölte a Heller Ágnest. Időnként még ugye észre is lehet, rajta is lehet kapni ezeket a hüllőket, ezeket a reptiliánokat, amikor éppen alakváltanak, és hát meg elfelejtik, hogy egy mozdulat még lemaradt. Na most hát a másik belsős poén, ami szoros kapcsolatban van ugye a reptiliánokkal igazából, hogy mi, mint az igazságképviselői, ugye nem hiszünk a gömbföld mitoszban. Tehát teljesen természetes, hogy a Föld az lapos, és azért kell óvatosnak lenni, hogy nehogy a tányér szélére kerüljünk, és amit látunk az égen, úgymond az égen, az pedig a kupola, ami szépen föl van díszítve. Ezért kell viselkedni, mert valaki nem viselkedik, azt egy balegyenesen kitoloncoljuk a tányér széléről. A NASA pedig ugye egy kamu tulajdonképpen. NASA terjeszti azt a hazugságot, hogy gömbölyű a Föld. Gyakorlatilag ilyen Hollywood 2. Egy stúdió a NASA stúdió. Igazából. Idén azt hiszem a Kunce Gábornak volt ez a szöveg, ugye, hogy megélhetési bűnözők, tehát hogy azért bűnöznek, hogy megélnek, de én azt hiszem, hogy ez az, tehát nem tudom, hogy ebben hogy illeszthetőben, mert itt is erről beszélt, hogy ezt kriminalizálással nem lehet megoldani ezt a történetet, de ebben mi volt a megélhetési aspektus, hogy a pofantomot, hogy a megélhetési szopás, azt én nem láttam ebbe a történetben. Olyan is van, de az...
Az a Népliget környéke. Az a Népliget környéke, igen. Jó, hát a Burány Sanyinak a gondolatmenetét én se értettem. Tehát, hogy elkezdtem nézni ezt a videót, és rájöttem, nem bírom követni a gondolatmenetét. Tehát, mit akart ő mondani? Nem tudjuk. Nekem is ez volt az első kérdésem, hogy melyik őtök trollkodik már megint. Valaki meg... Az Ánusz távirányítóval, igen. Buránybőn. Most úgy látszik, hogy divat ezek az utcán teljes érdektelenség mellett zajló sajtótájékoztatók, nem? Ahol néhány kamera kint van, de egyébként nagyjából senki. Hát micsoda aranybánya mind, vagy legalábbis sok közülük nem olyan jók. Jókat. Sajnálom, hogy most itt vagyunk az Echo-ban, mert a Moszkva téren, tudod, nekünk örökké az marad. Ott a Körte ember, meg a Lukácsikat éppen most kezdi el az aráliás gyűjtést a uniós ügyészségért. Tehát, hogyha már értelmetlen sajtótájékoztatókról van szó. Háromszor mondta ki? Burány Sándor, a fantom. Igen. Többet fütyültek, mint egy kemény magkalás esetén. Igen. Hát ebben a témában, ha most én nyilatkoznék, akkor többen rossz néven vennék. Hogy nyilván ne erről. Fújt a szél. Emlékeztek még a Szekeres Imre honvédelmi miniszterként eladott beszédére, ahol szintén fújt a szél, és csak azt hallatszott, hogy... A parlamentben is fújt a szél. Ennyi erővel egyébként az Ambrózit is beültethetnénk a parlamentbe, és sokkal viccesebbeket mondani. Jó, de este de én nem hülyesek. Nem hülyesek, de egyébként én a DK-t most már úgy értékelem, hogy ez nem egy politikai erő a parlamentben, hanem hangulati elem. Szórakoztató. És annak egyébként nagyon jó. Múltkor már beszéltünk erről, tehát hogy a logika meg a liberalizmus az egyszerűen tehát egymás ellentéte. Tehát minden olyan dolgot számon kéni rajtuk, ami az elemi logikával megfejthető, az teljes hülyeség. Maradjunk még a Ferinél. Tehát akkor láttam, olvastam ezt a versét, akkor az első eszembe jutott a Vasilics Fedor Emmanuel nevezetű kollégája, aki Timbuktutól 200 kilométerre volt bakter, és ő is mindig odafigyelt a pontos időre. És fél hét meg két üveg pálinka után mindenre népdalokkal felelt. Feri ugyanígy van délután a szabad verssel. De a pálinka ott is. Egyébként őszintén szóval én nem értem őket. Tehát eddig az volt a baj, hogy egyetlen Mohamedánt se engedünk be, most meg a legmagasabb szinten fogadunk egyet, és akkor egyből hisztéria van. Most igazából mit akartok? Nagyon. Nem érted az nem a legrosszabb egyébként. Nem érted az új múlt szempontrendszerét. Tehát amikor a Feri csókolózott vele, akkor még jó fejek voltak a törökök, befogadták Kossuthékat, meg nem tudom én. Ja, tudom, hát ugyanez volt a Putyinnal is, hogy akkor még demokratikus Putyin volt. Igen, most meg ugye... Azóta alakult át Erdogan. 1541 Buda letelepedési kötvény, nem szeretném. Van ez a pillangó hatás, és ugyanez érvényes az Orbánra is, hogy amint az Orbán hatalomra jut, így pillangó hatás, hogy mindenki diktátor lesz, igen. Előtte mindegyik egyébként demokratikus volt. Előtte mindegyik. Mint a Bence, régen tehetséges volt. Gyorsan elmúlik. Na, egyébként ezt beszéltük is szerintem a kis zárt csoportunkban, hogy pár nappal ezelőtt... Te is régen tehetséges volt. Régen is tehetséges volt. Merkel látogatások, de akkor Merkelt meglátogatta Erdogan, ugye? Erdogan. Akkor még egy kimondottan európai demokrata volt, aztán eltelt egy pár nap. Nem tudom, olvasott pár horigós cikket, pesti srácokos publicisztikát, tuti blog, meg nem tudom, megnézte a kemény magot, és... De ettől fasisztázódott el. Ugye a Bundeskanzler esetében az a történet nehézsége, hogy az ő sorsa erősen függ attól, hogy az Erdogan az mennyire tartja fönn ott az agysebészeket, ott a saját kis táboraiban. De számomra az a furcsa egyébként, hogy én mindig azt vettem észre, hogy a haladóknál ugye az van, hogy vannak ezek a szentségek, és a haladó szentségek az, hogy EU, meg NATO, de most Törökország az ugye NATO-tag, tehát mindig, amikor az van, tehát például a magyar miniszterelnök azt mondja, hogy lábon lőttük magunkat az Oroszországgal szembeni szankciókkal, akkor ki beszél a NATO-ból? Hát hogy képzeli ezt? Erre fogad egy NATO tagállam elnököt, és akkor meg diktátort fogad. Ilyen felőlem összecsaphatunk velük. Csak a szerbekkel meg kell beszélni, hogy addig költözzenek irányba. Ja, én is szeretném jelezni, hogy a tehát minimális kultúrharcos történetet tartsuk fönn, tehát Konstantinápoly. Csak így meg azért azt megnézném, amikor a Feri magával rántja Erdogánt a toronyról, amikor ki akarja tűzni a farkas zászlót. Bocsánat, de én nem k***nak álltam. Ezt írta Volner János pártja új politikai irányvonaláról. Azután üzent is... Kedves Schneider Tamás, idézek, arra kérlek, hogy ne hagyts tovább a hülyeségrollert, már így is gyorsan száguld. Azért egy kérdést tegyünk már föl ezek a megtért jobbikosokkal kapcsolatban, hogy eddig mi volt? Számból lettett ki a szót nagyjából, az első mondat, amit ő mondott, hogy hát, hogy a nem k***.
***nak álltam, de. De basszus kulcs, hát végigcsinálták az egész kampányt, nem akkor, nem most változott a jobbik. Imádjuk, készítsük be a pisztáciát és nézzük. Az abszolút, persze, ez persze. Így van. Csak... Ez egy kocsmai bunyóval fog zárulni, tehát ez amikor egy szó-szót követ, és óhatatlanul verekedés lesz, és az amikor a Zagyva György Gyula kergeti a Z. Kárpát Dánielt egy lovagló ostorra, gyönyörű lesz. Aki amúgy zsiga, csak amikor jobbikus képviselő, akkor nem akar többet autó maradni. Azon hisztériázott sokáig a tányér, bocsánat. A Jákob Péter, hogy, hogy őt nem hívják meg soha. És amikor meghívtad végre, akkor meg hülyén viselkedett. Tehát hát ez hát olyan, hogy mit tudom, meg... igaz, mert hívjuk, igen, hát ott van ez minden. Meghívnál engem ebédelni, én ott nem tudom, hogy lezúznám a konyhádat téged, megvernélek a feleségedet, neki elnék mi túzni, és utána én lennék felháborodva, hogy micsoda dolog az, hogy nem hívsz meg többet ebédelni. De várjál, ez, ebben igazad van, de közben meg a Vili jól mondja, tehát ő úgy kezdte egy olyan sugalmazással, de nyalok, mert ő a műsorvezető, hogy egy olyan sugalmazással kezdte a beszélgetést, hogy ők végre valahára ide bejöhettek, mert eddig nem hívtak meg. Ez nem igaz. A jobbikos politikusok azok elkezdték bojkottálni a Echo-t, a Hír TV-t, a Magyar Lap 80-t, senkinek nem voltak halandók nyilatkozni, tehát ez nem az van, hogy hülyén viselkedett, és akkor megmondták, hogy ne gyere többet, hanem hívták el a kis baromállat, majdnem ennél is csúnyábbat mondtam, bejött, és elkezdett botrányt csinálni. Egyébként szerintem dükezelési tanácsadót javasolnék nekik, mert az úgy, hogy mediátort. Vagy lehet, hogy elvállalná, de mediátort. Nem. De ugye a médiához való hozzáállások is nagyon érdekes, tehát ők tényleg úgy képzelik el a médiát, kb. Hogy az Alfa Hír viselkedik meg régebben a Hír TV, hogy megérkezik a forma a stúdióba, a riporter egy ilyen nagyon nehéz kérdéssel indít, hogy jó napot kívánok, hogy érzi magát, akkor ő válasz, hogy nagyon jól, elmondja 15 perces kortes beszédet, hogy Orbán lop, amúgy majd börtönbe lesz csukva, meg ilyenek, és utána elbúcsúznak, és ez a média. És ha meg a Vilmos egy pofátlan módon neki a kérdéseket feltenne, akkor nyilván érthető, hogy felháborodik, tehát én is felháborodnék. A politika önmagában művészet. Azt mondom, hogy az kompromisszumokkal vagy erőből éred, de az teljesen mindegy. Jó, de azért nyilván a megegyezése való... Hát azt mondtuk, hogy mennyi erőd van. Hát így nézed, ha így nézed, ahogy a Puzsai Robert belekezdett. Az nem elég. Tehát az, hogy én azt néztem meg, hogy lényegében az összes munkahelyéről legyen az televízió, rádió, botrányok közepette üvöltözve jött. Tehát ez nem azt mutatja, hogy... Na jó, de te vagy a főnök, akkor nem téged rúgnak ki. Na jó, de akkor is kell. Most eltrollkodott, pedig nagyon komoly dolgot akartam, próbáltam. Figyelj, a Puzsai Robert nem kezdett bele ebbe az egészben rosszul, mert hogy alapvetően egy tök bonyolult kérdéskört, hogy ki alkalmas főpolgármesternek, ki nem, mit akarunk a várossal, mit nem. Ő egyetlen egy kérdésre leszűkítette, és akkor nyilván elküldtök majd a fenébe, de hogyha egyetlen ez lenne a kérdés, hogy sétáló, vagy hipster Budapest, vagy autós Budapest, akkor én is a Robira szavaznék. Mert nincs jogosítvány. Hülyeség, persze. Hát, másrészt, hogy nem erről szól a választás. Egyrészt, másrészt, hogy Budapest teljesen alkalmatlan. Tehát ha megnézed mondjuk Prágában, el tudok képzelni egy ilyen jellegű dolgot. Hogy felszedni a villamos sineket, meg nem tudom, mindenhol park legyen. Akkora távolságok vannak, ha csak a turista látványosságot megnézed. Ilyenek hol van a Hősségtere, hol van az Operaház, hol van a Budai Vár, ezeket nem lehet bejárni. Prágában ez egy ilyen ekkora pici kis blokkban van. De be lehet járni, úti sör kell hozzá. Aj, te nehéz veled, basszus. Egyébként most ezen elgondolkoztam. A kompromisszumok művészet. Ez a művészet dolgon. És egyébként majdnem igazad van, csak ugye az a nem mindegy, hogy ez a művészet mit akar, mert a politika tényleg művészet, de ugye csapatmunkáról szól. Tehát a Puzsér most abban volt ügyes, hogy előre kihúzta magát a felelősséggel, ahol két fontos ponton is. Egy, hogy úgysem győzök, kettő, hogy én csak a vízilóért felelek, ugye? Tehát, hogy a város működtetése az nem az én soram. Csak én, és tudod, hogy vízilóban van, az menjen orvoshoz. Igen, tehát hogy az, hogy ő bent áll a városházába, egy ilyen tógába, és akkor mondjuk alkalmazza a tarlóst, aki intézi az ügyeket, és akkor így közben okoskodik, így jár. Tehát ugye a fővárosi hivatalnak a Szókratésze akar lenni igazából a Puzsér, de ezzel legalább kihúzta magát a felelősség alól. Szóval az a nem mindegy, hogy milyen művészetről van szó, tehát mondjuk balett. De most komolyan mondom, nem viccelek, várjál, hogy komolyan mondom, tehát hogy valamiféle csapatmunka, valamiféle összhangról szól a politika művészete, vagy valami absztrakt festészetről, hogy oda úgy röhögcsérünk a Puzséron, mintha nem tette volna közéleti témává a Budapest levegőjének a minőségét, a közlekedés, közlekedésben szereplő járműveknek az állapotát, az autóközlekedés, a zöldséget. Most már kis ilyenekről beszélünk a műsorban, és ez a Puzsérnak köszönhető.
Ja, annyira kellemetlen és vállalhatatlan, mert ez a Heller féle rettenet, hogy, hogy a... De látod, hogy csak ilyen futóbolondok voltak. De igen, tényleg végig arra vártunk ott a kollégával, hogy mikor jönnek meg az ápolók is, és szedik össze itt a szerte szétszökött elmebetegeket. Mert úgy tényleg, akit előbb nyilatkozott, még összeszedetten tudott valamit mondani, hogy miért nem szereti a nacionalizmus. Kb. Ugyanezt elmondta, amit a 80-as években megtanítottak neki a párt főiskolán. De az összes többi az tényleg csak úgy keveredett ide, hogy mint amit a fogalmazásba is beleírtam, mint a Holtak hajnalában a Romero filmnek volt egy ilyen fogyasztói társadalomkritikai énje, hogy a zombik azért mennek a pláza felé, mert hogy az előző életükből ez az egyetlen, amire emlékeztek, hogy a plázába kell csoportosulni. És ez én kis maradékként megmaradt az agyuk mélyén. És ezek is, tehát ezek a vén kommunista hüllők azért mentek oda tüntetni, mert annyira emlékeztek a rendszerváltozás előtti énjükből, hogy a nacionalizmus egy rossz dolog. Mostani 30 napomat ezért az eseményért kaptam meg. Ellentétben az Ambrózival, aki egy cinikus rohadék, én komolyan elgondolkoztam azon, hogy a nacionalizmus ellenes és Európa párti tüntetésnek ki lehet a poszter fiúja. Aki egységesíteni szerette volna Európát, és fellépett a koridor soviniszta lengyelekkel szemben, például akikkel ugye most is probléma van, ugye letörte a magyar nacionalizmus 44-ben, és hát tényleg egy ilyen tehát egy Európában. Tehát ki az, aki Heller Ágnes, a lánya és az összes többi hüllő számára igazi példakép. Igazi poszterfiú lehet. Én ezzel ott is megpróbálkoztam, oda jött hozzám egy ilyen nénike, hogy írjam alá a Európai Ügyészségnek a petícióját, hogy én ezt akarom, és mondtam, hogy természetesen Edmund Wiesenmayer vagyok, én ezt akarom, szeretném, hogy Magyarországot újra Berlinből kormányozzák. És még én ilyetten elhátrált. Na hát akkor mondjuk ki, hogy kire gondol Gábor, ha esetleg valaki. Hát a Führer. Hát az ő terve volt az utolsó az EU előtt, amelyik erre törekedett. Tehát mondjuk nem azt nem értem, hogy a Fosser az mit, hogy Ukrajna egy erős ország, hogy gyakorlatilag most három részben van körülbelül. És ráadásul Führer ugye a migrációs problémákat is milyen jól kezelte volna, mert hogy ugye ki akarta szárítani a földközi tengert, és most a sok barna szempár, akkor gyalog jöhetne.